Rendkívüli települési támogatás keretében idén is ingyenes téli tüzelővel támogatja az önkormányzat a szociálisan rászorulókat. Gajda Péter polgármester, Varga Attila alpolgármesterrel együtt segített a Közpark Kft. Munkatársainak behordani a tűzifát a Kisviola utcába Sztojka Istvánnénak. Az önkormányzat összesen 160 köbméter tűzifát vásárolt, a humán szolgáltatási és szociális iroda felmérést végzett a települési támogatásban részesülő kispestiek körében. Nyilvántartásuk szerint 43 szociálisan rászoruló család van, akik fával fűtenek. Több mint 10 éve segítjük azokat a kispestieket tűzifával, akik egyébként rászorulnak erre, és az ő fűtési rendszerük olyan, hogy csak ezzel tudnak fűteni. Most is ide a Kisféle utcába több mint 3 köbméter fát hoztunk, és most is több mint ezen kívül 40 helyre megyünk majd még tűzifát vinni, mint ahogy az elmúlt években mindig. De hát a kerület települési szociális hálója olyan, hogy mindenki, aki segítségre szorul, az bármilyen problémával tud hozzánk fordulni. Tehát a települési támogatásaink rendszere olyan, hogy ha esetleg egészségügyi problémája van valakinek, akkor a védőoltással tudunk ingyenesen segíteni. Ha lakhatási támogatás kell, akkor azt is tudunk biztosítani, és természetesen voltak ezen kívül olyan kisebb programjaink, mint amikor a szénmonoxid szűrőket osztottunk, azok is már elég sok helyszínen mentettek életet is az elmúlt időszakban, de mindenkit arra tudok ösztönözni, hogyha bármilyen anyagi jellegű szociális egészségügyi problémája van, az nyugodtan forduljon az önkormányzathoz, vagy közvetlen hozzám, vagy alpolgármester társaimhoz, illetve a szociális irodánál tudnak konkrét segítséget kérni, és természetesen akinek van lehetősége, az az önkormányzat egészségügyi szociális honlapján keresztül is pontos információkat kaphat a kispest.hu-n, hogy milyen támogatásokat tud igénybe venni az önkormányzattól. A fennmaradó tűzifát az előző évekhez hasonlóan a Misszió Alapítvány részére kívánja felajánlani az önkormányzat.